Különböző korok más-más eseményeit jelenítik meg a színészek az élőképes krónikában, amely ebben az esztendőben is fontos eleme lesz a történelmi kavalkádnak. Emellett pedig harcászati bemutatók és koncertek is színesítik a belvárosban minden augusztusi hétvégén megrendezett programokat. A város turisztikai vállalkozásának vezetője azt mondja, nagy az igény Székesfehérváron az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre. A törzs nézősereg bizony fehérváriak közül tevődik ki, és nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem is először nézik végig ezt az idegenvezetést. Azt tapasztaljuk, hogy szeretik a fehérváriak, örülnek neki, örülnek, hogy élet van a belvárosban. A Szabad Színház hetek óta készül a történelmi kavalkádra. Nagy Judit azt mondja, újdonság is lesz az idén, hiszen az interaktív idegenvezetés mellett színházi előadások is várják a nagy érdeműt. A Fekete Sas Patika Múzeum a legkisebbek kedvéért például Csodapatikává változik, de a főtéren Béla királlyal is találkozhatnak az érdeklődők. Augusztus 5-én és 14-én a Városháza udvarán játsszuk Szabó Magda Béla király című előadását, amelyet mindenkinek ajánlok, aki szereti a történelmet és a színházat. Nagyon komoly és humoros részeket is tartalmazó nagy mű, úgyhogy emlékezetes marad mindenki számára. A történelmi kavalkád pénteken délután az élőképes krónika főpróbájával kezdődik. Szombaton a gyermekprogramok, a lovagi és a hangszerbemutatók után történelmi felvonulás nyitja hivatalosan is a sorozatot.